A jövő biztonsága társadalombiztosítási oktatási mintaprogram célja a társadalombiztosítás, valamint az öngondoskodás szerepének jelentőségének széles körű megismertetése a középiskolás fiatalokkal, ugyanakkor a program nem csak a jövő nemzedékének szól, a szülők, felnőttek számára is hasznos információkat nyújt. Ha azt halljuk, hogy társadalombiztosítás, mindenkinek véleménye van erről, és ez a vélemény, ez a köztudatban megjelenik diákoknál, középkorúaknál, időseknél egyaránt, és kutatások azt bizonyítják, hogy azért nagyon kevés az a helyes információ, ami eljut. A jövő biztonsága egy olyan program, amely a társadalom valamennyi tagját érintő kérdésekre hívja fel a figyelmet, és nyújt segítséget, iránymutatást a könnyebb eligazodáshoz. Tisztába kell lennünk azzal, hogy miért fontos, hogy bejelentse őket a munkaadó, miért fontos az, hogy a tényleges valós jövedelmet megkapják, ezeket az információkat szeretnénk eljuttatni. Nagyon fontos, hogy mindannyian tisztában legyünk a társadalom biztosítással kapcsolatos alapkérdésekkel. Tudjuk azt, hogy mire fordítják befizetett járulékainkat, milyen ellátásokra számíthatunk betegség vagy időskor elérése esetén, mi a következménye a nem kívánatos fekete munkának, illetve hogyan segíti és ösztönzi az állam az öngondoskodást. A kezdeti 50-60%-os eredmények után most átlagosan 90% környéki eredmények alakultak. Az ismeretek megszerzése, a mintakövetés, jó példák, öngondoskodási hajlandóság növelése mellett gazdasági, társadalmi előnyökkel is jár. Nagyon jól éreztem magamat az elmúlt hetekben, az órák nagyon hasznosak voltak számomra, és új ismeretekkel bővült a tudásom. A szociális biztonsággal, társadalombiztosítással, nyugdíjjal, öngondoskodással kapcsolatos kérdések mindig aktuálisak, hiszen minden magyar állampolgár életét végigkísérik. A Jövő Biztonsága TB Oktatási Mintaprogram 2017 évben újszerű kezdeményezésként szakított a hagyományokkal. A programban nem csak egyszerűen rendhagyó osztályfőnöki órákra került sor. Ezért ezek alapvető szükségletek, hogy mindenki tudja, tisztában legyen azzal, hogy is kéne munkát vállalnia. A Békés Csabai Szakképzési Centrum Széchenyi István kétanítási nyelvű közgazdasági szakgimnáziumában Dávid Ferenc prezentálásában megtartott interaktív órákról a Békés Csabai Média Centrum Kft., a Békés Megyei Kormányhivatal és a Magyar Pénzügyi Gazdasági Ellenőrök Egyesülete Társadalombiztosítási Ellenőrzési Szakosztálya együttműködésével film készült, és a filmben szerepel. Dávid Ferenc főosztályvezető helyettes, Békés Megyei Kormányhivatal, Békés Csabai Járási Hivatala, Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály. Pántyáné Dezsőfi Judit, nyugdíjbiztosítási szakügyintéző, Békés Megyei Kormányhivatal, Békés Csabai Járási Hivatala, Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály. Lipták Zsuzsanna, EURESZ tanácsadó, Békés Megyei Kormányhivatal, Békés Csabai Járási Hivatala. Palánc György, igazgató, Békés Csabai Szakképzési Centrum Széchenyi István kéttanítási nyelvű közgazdasági szakgimnázium. Skalicki László, vezetőedző, a Magyar Férfi Kézilabda válogatott volt szövetségi kapitánya, Békés Csabai Előre NKS-e. Nagyon fontos volt, hogy ugyanakkor az időseket is támogattuk, az emberek közötti kapcsolat azért az mindig egy erős, de nagyon fontos az is, hogy gondolkodjunk egy picit előbbre, tehát rendben, hogy Carpe Diem, élj a mának, de fontos az is, hogy gondolja a jövődre. Trifa Ágnes, női kézilabdakapus, csapatkapitány, Békés Csabai Előre NKS-e. Én is nagyon jó családba születtem, és én is azt láttam, hogy mindig addig nyújtózkodtak a szüleim, ameddig a takaróért. Arra mindig gondoljatok szerintem, hogy mi lesz jövőre, mi lesz 10 év múlva, mi lesz 5 év múlva. Szabó Tibor, gitár, magna cum laude. Legyenek céljai, de olyan célokat, amiket nem tud elérni, olyan álmokat ne kergessünk. Kara Mihály, basszusgitár, magna cum laude. Most már talán időszerűs, hogy has, alkos, gyarapíts és takarékoskodj. És a Békés Csabai Szakképzési Centrum Széchenyi István kéttanítási nyelvű közgazdasági szakgimnázium 12F osztálya.